Nagykonyi belterületén, a 61-es számú főút mentén áll az a ház, melyben az 1900-as évek egyik neves színésze, operaénekese született. A település igyekszik megőrizni a szép életpályát megélt hírességek emlékét. Nagykonyi azok közé a kis települések közé tartozik, amely több szép életpályát megélt, sikeres karriert magának mondható szülőttel büszkélkedhet. Talán a legismertebb közülük Sárdi János, aki 1907. június 27-én, vagyis pontosan 115 évvel ezelőtt született Nagykonyiban. Sárdi kereskedők gyermeke volt, úgyhogy kereskedelmi tevékenységükből kifolyólag nem sokat éltek Nagykonyiban, viszont mi mindig büszkék voltunk arra, hogy Sárdi nagykonyi születésű. Legnagyobb sikereit az 1930-as évek után a fővárosba költözésekor érte el, de már előtte Tolna megyében ismert volt, hiszen Dunaföldváron több éven keresztül kántortanítóként dolgozott. Az 1930-as évektől kezdve, miután a fővárosba költözött, gyorsan jöttek a sikerek, operettenekesként országos elismertségre tett szert. Nem csak Magyarországon volt híres, hanem többször szerepelt Európában is. Az 1940-es évektől kezdve pedig filmszerepeket is vállalt. 58-tól 68-ig a Fővárosi Operett Színház tagjaként dolgozott. Születésének 110. évfordulója alkalmából Nagykonyi község önkormányzata a szülői házon egy emléktáblát helyezett el, melynek ünnepélyes átadóján egyetlen lánya, Sárdi Julianna is részt vett a legnagyobb örömünkre. 1999-ben pedig Nagykonyi község önkormányzata posztumusz díszpolgári címet adományozott a családnak. Sárdi János szülőházától mintegy 600 méterre lévő épület névadójának pedig egy olyan szemét választottak, aki az irodalomban jeleskedett az 1900-as évek közepén. Településünk másik, nem kevésbé ismert szülöttje Tamási Lajos költő, aki 1923. január 1-én született Nagykonyiban. Ez az 1950-es évektől kezdve több kötete is megjelent. Kétszeres József Attila díjjal jutalmazták ezért őt. A legnagyobb ismertségre mégis a Pirosavér a Pesti utcán című költeményével szerezte, amely 1956. októberében hangzott el először a Szabad Kossuth Rádióban, és az 56-os forradalom egyik jelképévé vált. A település vezetése Tamási Lajost életmunkásságáért többféleképpen megpróbálta díjazni. A település iskolájának falán helyeztünk el 2016-ban egy dísztáblát, melynek átadóján lányai is jelen voltak. Az ünnepség keretein belül posztumusz díszpolgári címet is vehettek át, valamint a település általános iskoláját is róla neveztük el. Azon kívül, hogy az iskola épületén található névtábla nap mint nap emlékezteti a helyieket Tamási Lajos nevére, a 61-es főút mellett egy emlékmű eleveníti meg egyik leghíresebb írásának sorait. 2017-ben sikeresen vettünk részt egy pályázaton, melynek köszönhetően sikerült egy 1956-os emlékművet létrehoznunk, amely a költő solaitól vált egyedivé. Az emlékmű úgy került kialakításra, hogy a leghíresebb versének sorai vannak speciális módon belegravírozva az emlékműve. Különlegessége az emlékműnek, hogy belső megvilágítással rendelkezik, így az esti fénynél a költő sorai gyakorlatilag kivetülnek a térkőre. Ez nagyon szép látványt nyújt az ide látogatók számára. A település köztereit számos szobor díszíti, melyek a szintén nagykonyi születésű Szőke Lajos kezemunkái. A keresztény vallás egyik fontos jelképét, Krisztus kínszenvedésének egy-egy mozzanatát a nagykonyi temető ravatalozó épülete mellett elhelyezett domborművei elevenítik meg. Itt állunk a nagykonyi temetőben található stáció előtt, amely Krisztus szenvedését ábrázolja, és szintén a nagykonyi születésű Szőke Lajos szobrászművész alkotása. Bár a művész is családjával már fiatal korában elköltözött, gyakran visszajárt a környékre és Nagykonyiba is, aminek ékes bizonyítéka a település több pontján található általa készített szobor is. A történelmi múlt tisztelete fontos Nagykonyi önkormányzata számára, így igyekeznek a rájuk maradt örökséget megőrizni a jövő nemzedékének is.